Adomány 100 csomagot osztott szét az önzetlenül segítők Paks Nonprofit Alapítvány, segítség a Paksi Karitász csoport is várta a rászorulókat, tárgyalások évet értékelt a szekszárdi törvényszék. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! 100 csomagot osztott szét a rászorulók között az önzetlenül segítők Paks Nonprofit Alapítvány karácsony előtt. Az adományosztás keretében 10 darab fenyőfát is kisorsoltak a jelenlevők között. Vélhetően ez volt az utolsó jótékonysági akció, hiszen az alapítvány vezetője Molnár Imréné Ancika az alapítvány megszüntetését tervezi. Sokat dolgoztunk, hogy adni tudjunk. Köszönjük. Így fogadta Molnár Imréné Ancika azokat a rászorulókat, akik a Dombutcai Segítők Házánál kora reggel óta sorakoztak a karácsonyi adományosztásra várva. Az alapítvány önkéntesei tartós élelmiszereket osztottak 10 kg-os csomagokban, ami mellé mindenki mirelit csirkét kapott. Az idei évben 10 fenyőfát is kisorsoltak az adományosztásra érkezők között. Egyre többen és többen kérik a segítségünket, és nagyon nehezen tudtuk összeszedni a pénzre, mert egy-egy ilyen csomagosztás 700 ezer forint körül mozog, a 100 csomag, és meg hát vannak költségei, szatyrok ez ad, és de hát sikerült, hála Istennek, és hát örömmel adjuk, szeretettel mindenkinek. Több helyről kap segítséget az alapítvány, polgármesteri keretéből 1 millió 200 ezer forintot Szabó Péter is biztosított számukra, ám kiadásaik ebben az évben a 4 millió forintot is elérhetik. A rászorulók jó kívánságaikat fejezték ki, bíznak a hiánypótló tevékenység folytatásában. Szép egészséges karácsonyt kívánok maguknak is. Nagyon szépen köszönöm a csomagot. Ancika azonban nem csak hálát kap tevékenységéért cserébe. Kaptunk mi hideget, meleget, nem mindig tudtunk egyforma csomagot adni. Akkor visszajött, hogy miért nem azt kapott, amit a szomszéd asszony meg így is szidott, hordott. Tehát voltak ilyenek, és ezek a háttérben most, hogy ilyen sokszor adtunk, és mégsem elég, úgy valahogy... Úgy én, de a lányok nagyon lelkesek, tehát ebben nincs gond, és engem nagyon zavar, hogy nincs épületünk. Több oka van tehát annak, hogy amint arról korábban is beszámoltunk, Ancika az alapítvány megszüntetését tervezi. Még ha kapnánk is épületet, alapítványon kívül csinálnánk önkéntesként, de azért ennek könyvelőt fizetünk, vízdíjunk van, villanyszámlánk van, saját pénzből vettük a hűtőket, a tűzhelyeket, mindeneket. Tehát itt azért itt bele kellett húzni a munkába, még dolgoztunk, vállaltunk munkát. Én is, amikor elkezdtem, éjszaka idősekre vigyáztam, hogy legyen miből kifizetni minden. Nem áldozat volt, nem azért mondom el, hogy ez az én részemre, én ezt nagyon boldogan tettem. A karácsony előtti napokban a Paksi Karitász csoport is kinyitotta ajtaját a rászorulók előtt, tartós élelmiszert és meleg öltözetet osztottak. A több mint 50 csomagot a Paksi Vakbottyán gimnázium diákjai készítették. Meleg kabát és pulóver a hideg ellen. Ez most a legnagyobb segítség a téli hónapokban. A Paksi Karitász csoport december 22-én várta a rászorulókat, akik a ruhaneműk mellett tartós élelmiszert, jellemzően konzerveket, ezen kívül meleg cipőt, bakancsot és takarót is kaptak az önkéntesektől. Nagy volt az adakozó kedv, így bőségesen jutott mindenkinek, amire szüksége volt. Nem nagy segítség, hanem hatalmas segítség. Miket kapott most, mire van a legnagyobb szüksége? Hát most egyelőre megvan minden, zokni, alsónadrág, élelmiszer, az a legelső élelmiszerekre, mert ez az első. Meg ilyen melegebb ruha. A Vakbottyán gimnázium is adakozott a Paksi Karitásznak, a diákok több mint 50 csomagot készítettek a rászoruló családokban élő gyermekeknek. Az angyalbatyukat nemnek és kornak megfelelően állították össze. A csoport egyik önkéntesétől megtudtuk, hogy az ügyintézés lassabban halad a pandémiás helyzet miatt, de minden csomagot még idén kiszállítanak. A Paksi Karitász csoport idén még egy alkalommal, december 31-én várja a rászorulókat, az adományozók pedig minden csütörtökön 10 és 11 óra között adhatják le felajánlásaikat.
A koronavírus járvány miatt a csoport továbbra is csak a fedél nélküliek ellátását vállalja a megfelelő óvintézkedések betartásával. További információkat a Paksi Római Katolikus Plébánia honlapján olvashatnak. Emléktárgyat kapott 50. születésnapja alkalmából Koló László, tűzoltó törzszászlós. A tárgyi jutalmat és az oklevelet a Paksi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője Csöglei István tűzoltó alezredes nyújtotta át. Koló László számtalan káresemény felszámolásánál bizonyította szakmai felkészültségét és elhivatottságát. Vezetői, gépjárművezetőként, különleges szerkezelőként és szerparancsnokként is számíthatnak a munkájára. A szakmai versenyeken több alkalommal is részt vett, egy esetben gépjárművezetői kategóriában országos első helyezést szerzett. A tűzoltóság és katasztrófavédelem szervezetében eltöltött 29 év alatt több alkalommal bizonyította elhivatottságát, precízségét és segítőkészségét. Minden negyedik ügy ittas vezetés volt a Paksi Járásbíróságon a 2020-as évben. Az Ítélet című bírósági magazinban a szexádi törvényszék szóvivője értékelte az idei évet. A koronavírus járvány a bíróságokat is komoly kihívások elé állította. Erről is szó esett a műsorban. Videón a járásbíróság tárgyalóterme még tavaly készült el az ország minden járásbíróságán a távmeghallgató rendszer. A koronavírus elleni védekezés legfőbb pontja, hogy kerüljük a személyes találkozást. A videós távmeghallgatás éppen ezt teszi lehetővé, így a bíróság szerint a fejlesztés beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Van olyan, hogy akár 4-5 végpontos meghallgatást is tudunk alkalmazni, és ezt gyakoroljuk is, így kerülni el leginkább a személyes kapcsolatokat. Azt gondolom, hogy nagyon bevált ez a rendszer, szeretik a bírák, nagyon gyakran alkalmazzák, egyre jobban tudják ezt a rendszert használni, mert azért speciális ismereteket igényel, hogy ezt tudják kezelni, de azt gondolom, hogy egyre többet alkalmazzák, egyre jobb, annyira foglalt a rendszer, hogy sokszor hetekkel korábban be kell már foglalni időpontokat, hogy tudjunk lekötni tárgyalásokat, mert az egész országban mindenki használja. A koronavírus járvány a bíróságok működését is kihívások elé állította. Erről is beszélt az Ítélet című bírósági magazinban a szexádi törvényszék szóvivője. Kovács Ildikó szerint jól működtek a bevezetett intézkedések, tárgyalásukat csak szigorú szabályok betartásával folytattak. Bármelyik bíróságot nézzük az országban, bizony plexi falak vannak felszerelve, nem csak a bírák elé, az ülnökök elé, hanem a jogi képviselők, az ügyfelek ugyanúgy védve vannak egymástól, illetve hát a járványügyi intézkedéseket ezen plexifalak segítségével próbáljuk meg betartani, illetve a bíráknak lehetőségük van arra is, hogy minden ügyben eldöntik azt, hogy hányan lépnek be egyszerre a tárgyalóba, hogy tudja megoldani ezt a távolságtartást, hogyha túl sokan lennének egyszerre megidézve, és nem tudnak annyian bent tartózkodni a tárgyalóteremben, akkor joga van az adott tanács elnökének, akár kiküldeni bizonyos személyeket is, és csak azok tartózkodnak benne a tárgyalóban, akiket éppen meghallgat, mert hát minden tárgyalótermünk különböző méretű, vannak nagyobb befogadóképességű tárgyalótermeink, ahol megoldható a távolságtartás minden probléma nélkül, de vannak kisebb tárgyalóink, ahol ez nem mindig biztosítható. Itt szabad kezet kaptak a bírák, tehát ők döntik el, hogy hány embert engednek be egyszerre, mi után, ki után hallgatható meg. Maszkban ült a betörő banda két tagja a vádlottak padján még szeptemberben, a vád szerint ajtók kiolvasztásával hatoltak be paksi otthonokba, és különböző értékeket vittek magukkal. A Paksi Járásbíróságon 2020-ban mintegy 103 büntető ügyet tárgyaltak. Legtöbb, érdekességképpen mondom, a büntetőperes és nem peres ügyek körülbelül egy negyede az ittas járművezetés bűncselekményét teszi ki, tehát minden negyedik ügy ittas vezetésről szól. Ezek gyorsított eljárásban történnek ezeknek az elbírálása, majdnem mindegyik elbírálása is kerül egy pár hónapon belül. Kábítószeres ügy is érkezett a Paksi Járásbíróságra, de kimondottan a Paksi járás és a környéke nem mondható veszélyeztetetnek ebből a szempontból. A megyei adatokat figyelembe véve Pakson nem olyan sok a kábítószer és a pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény. A megszokottnak kevésbé sem nevezhető év értékelése részletesen is megtekinthető az Ítélet című bírósági magazinban.
Autókkal segíti a Tolna megyei rendőrség a polgárőröket, Siógárdon és Bölcskén is. A hatóság közlése szerint a Tolna megyei rendőrfőkapitányság két Opel Astra típusú személygépkocsit adományozott a Tolna megyei Polgárőr Szövetségnek. Az autókat 2020. december 18-án ünnepélyes keretek között dr. Pilisi Gábor rendészeti rendőrfőkapitány helyettes adta át Dunaföldváron a megyei Polgárőr Szövetség vezetőjének, Széles Jánosnak. A járműveket a Siógárdi és a Bölcskei Polgárőr Egyesület képviselői vették át, az autók a két településen szolgáló polgárőrök munkáját segítik a jövőben. '89-73-ra győzött az atomerőmű Ese férfi NB1-es kosárlabda csapat a hazai pályán, a Debrecen ellen a bajnokság legutóbbi fordulójában. A paksi piros-kékek 12 játéknap után 9-3-as mérleggel állnak. A 20-21-es szezon első mérkőzésén Debrecenben 14 ponttal a Deac bizonyult jobbnak az atomerőmű Ese kosárlabda csapatánál az NB1 A csoportjában, így a paksiakat hazai pályán a visszavágás vágya fűtötte. Az összecsapás első negyede nagy küzdelmet hozott, felváltva vezettek a felek, 10 perc után 20-23 állt a táblán. A folytatásban aztán valósággal állva hagyta riválisát az Ase, Shepherd és Capers ihletett formában játszott, a piroskékek jól támadtak és védekeztek ekkor. A nagyszünetben már 15 ponttal az atom állt jobban, 50-35-ről kezdődött a harmadik etap. Amely ismét kiegyenlített lett, a Zunich legények tartották 10 pont feletti előnyüket, a vendégeknél senki sem alkotott maradandót. Ez az etap egál lett, 21-21, az eredményjelző 71-56-ot mutatott. A záró felvonás hasonlított az első és a harmadik szakaszra, felváltva estek a kosarak, pedig a Debrecen Drenovács vezérletével mindent megpróbált, de a látogató nem bírt Keperszel, aki egymaga 26 pontig jutott. A végeredmény atomerőmese Deac 89-73. A paksi piros kékek 12 játéknap után 9-3-as mérleggel állnak. Gratulálok a paksnak, abszolút megérdemelten győztek. Mi úgy gondolom, hogy fegyelmezetlenek voltunk, hiszen amiben a paks erős, abban asszisztáltunk nekik úgymond, hogy sikeresek legyenek. 50 pontot kaptunk a festőből, 23 pontot kaptunk gyorsindításból, és igazából 10 pont pedig maradt. Szóval igazából azokból kaptunk, olyan szituációkból kaptunk rengeteg pontot, amire készültünk, és tudtuk, hogy a paks veszélyes. A lényeg az, hogy kihasználtunk ezt az időt, egy kicsit frissebbek voltunk, mint az utóbbi időszakban, és én legjobban örülök annaknak, hogy sok könnyű kosárda sikerült megszerezni ilyen indításokból. Az atomerőmű Ese legközelebb december 27-én Szolnokon vendégszerepel. A mérkőzést a Telepaks csatornáján másnap 17 óra 30-tól felvételről közvetítjük. Kedden este túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, helyenként kisebb eső előfordulhat, a délnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-7 fok között alakul. Szerdán napközben átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet, párássá válik a levegő, néhol kisebb eső előfordulhat, a délnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11-14 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!